2015-ben alakult meg a Szirpik Miklós Egyeslet, amely minden évben egy újabb kötetet ad ki. A Makó szobrai folytatása az Emléktáblák és Emlékjelek Makon című anyag, amelyben több mint 200 mementó található képpel és információval. Emelte ki Forgó Géza történész múzeológus a Társalgó című színes kulturális magazinunkban. Mikor elkezdtük a munkát, a kutató munkát Mende Árpád javaslatára, és hát ő a szerző társ, ebben sajnos már nem érte meg a könyv megjelentetését, akkor úgy gondoltuk, hogy a 50-60 emléktábla lehet makom. Csak a kutatás közben rá találtuk olyanokra amelyek már nincsenek a helyükön, és közben is lettek emelve táblák, vagy állítva. Ez a 200 emléktábla lelmi makójak elég jól állunk a mezőnyben. Szegeden 400 fölött van, ami ugye az egy jóval nagyobb város, de ahhoz képest mi nagyon jól állunk és hát ismerünk Tatai, Győri hasonló kiadványokat is, ugyanis ez a téma sokat izgat, ha nem is olyan sokat olvassák el, tehát nem egy bestsellerről beszélünk, de mégis valahogy érdekli az embereket. Forgó Géza elmondta, az emléktáblátnak is sorsa van, ami általában a rendszerváltozásoktól függött. Így vannak olyan darabok, amelyeket 1945-ben távolítottak el, vagy 1990-ben, illetve azt követően. A történész-muzeológus kitért arra is, hogy a közösségeknek vannak helyi értékei, ilyen többek között az 1970-es árvíz táblája, amely a töltésen található. Azonban vannak olyan emléktáblák is, amelyek országos jelentőségű embereknek állítanak emléket, például Galamb Józsefnek és József Attilának. A társadalgó vendége azt is megosztotta, hogy melyik a legrégebbi emléktábla. A legrégebbi emléktábla 1850-es évekből való, méghozzá a görög-katolikus templomban látható egy fémre festett, írt tábla. A templom felújításában résztvevőknek állít emléket. Egy nagyon szép színes tábláról van szó. És amit említettem, hogy ez fémből van, hogy az emléktáblák zömében szilárd anyagra készülnek, tehát értem az alatt, hogy márványra vagy vagy gránitra, de újabban már a fém és a műanyag is megjelent. Mint kiderült, csupán 5-6 emléktábla tűnt el. A múzeumban közel 20 mementót őriznek, míg a többivel a Marosparti településen találkozhatunk. A hosszabb stúdió beszélgetést híradónk után láthatják a Társalgó című színes kulturális magazinunkban.